Pályaorientáció. 3 nap alatt közel 600 diák próbálhatta ki az iparkamara virtuális kamionját. Új határvadász objektum, akár több napon keresztül is biztosítva lehet a nyírbátori állomány elhelyezése és ellátása. Kelet állásbörze az arénában. Közel 60 cég több száz állásajánlattal várta az érdeklődőket a Kelet állásbörzén. Három nap alatt mintegy 600 megyebeli diák próbálhatta ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara interaktív kamionját. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A járműben 4 szakmát ismerhettek meg a tanulók egy különleges VR szemüveg segítségével. A szakképzés népszerűsítése évek óta kiemelt feladata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. Kerékcsere a virtuális világban. Az általános iskolás diákok akár ilyen módon is megismerhették az autószerelő szakmát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kamionjában. Ezen kívül még a vendéglátó és az építőiparban próbálhatták ki magukat a tanulók, valamint a szabásvarrás technikáját is elsajátíthatták a VR szemüvegeken keresztül. Én az autószerelő szakmát választottam. Szerintem az egyik legérdekesebb szakma, ami nagyon érdekelheti az embereket, hogy mit csinálnak az autójukkal. A kamionos roadshow hétfőn Kisvárdán kezdődött, kedden Máté Szalkán folytatódott, szerdán pedig Tiszalökre érkezett. A településeken az illetékes szakképzési centrumok is bemutatták az intézményeiket. Az iparkamara pályaorientációs munkája egész évben tart. Fő célcsoportja az általános iskolás 7-es és 8-os diákok, illetve az általános gimnáziumokban tanulók, akik még szakmaválasztás előtt állnak. A nagyobb rendezvényeinken, mint kamionos roadshow, a naponta több száz gyereket mozgatunk meg. A márciusi időszakban Kisvárdán, Mátészalkán és Tiszalökön napi 200 gyereknek tudtunk rendezvényt biztosítani. Szakképzésre általában azok jelentkeznek, akiket nem vettek fel gimnáziumba, és a kompetenciáik is valamilyen szinten hiányosak, mondta a Máté Szalkai Szakképzési Centrum vezetője. Az intézmények és az iparkamara feladata is az, hogy ezen a gyakorlaton változtassanak. Jó tanuló diákokból lehet ugyanis jó szakember az iskola befejezése után. Először szociális kompetenciákat fejlesztünk, öltöz fel rendesen, mosakodj rendesen, beszélj rendesen. A következő kompetenciafejlesztés, hogy írj helyesen, beszélj helyesen, és ezután következhet csak a szakmatanítás. Rengeteg idő elmegy rá. Én azt látom, hogy az elkövetkezedő években azokat a lehetőségeket, amelyek ezt a területet akár pályázatok, akár más projektek kapcsán erősíteni kívánják, ezeket beépítve a kerettanterbe, ki tudunk alakítani egy olyan működőképes rendszert, hogy ezeket a hiányokat tudjuk majd kompenzálni. Bár nekem az lenne az igazából legszerencsésebb, ha ezek már az általános iskolában megtörténnének, és a szakképzés valóban csak azzal foglalkozna, ami a dolga, hogy életképes, szakmán tudó, valóban szakembereket tudjunk képezni az alatt az idő alatt, amíg ránk bízzák a gyerekeket. A kamionos roadshow tiszalöki állomását a Hot & Coltern Kft. Biztosította. A vállalkozás már 3 éve aktív tagja a duális képzésnek. Céljuk, hogy helyben neveljék ki a megfelelő szakembereket. Jelenleg több mint 130 diáknak biztosítják a gyakorlati képzést. Vannak sikertörténetek. Egy európai kiállításon és rendezvényen vettem részt a tavalyi év folyamán, egy felnőtt esti tagozatos hallgatónkkal a úgynevezett életfogytig tartó tanulás volt a fő célpont. Sikerült bejutnunk első 3 helyezett közé. Nyilván az első helyet jutalmazták, úgymond kiemeltem, viszont én nagy sikernek könyvelem el ezt, hogy ott részt vettünk mi is ezen a szakmai rendezvényen, ahol Európa különböző országaiból voltak hasonló kaliberű tanulók és szakiskoláknak a képviselői. A pályaorientációs napok célja, hogy a diákok valós képet kapjanak a szakmák jelenlegi felépítéséről. Ezek ugyanis sokat változtak az elmúlt évek alatt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az általános iskolás gyerekeknek megmutassuk a szakmákat. Sajnos mostanában még az él a szülőkben is, a gyerekekben is, amit régen láttak egy-egy szakmáról, és feltétlenül fontosnak tartjuk megmutatni azt, hogy ezek a szakmák mennyire megváltoztak az elmúlt időszakban.
különböző tevékenységeket végzünk pályaorientáció keretében. Szülői értekezletre megyünk, a gyerekeket tájékoztatjuk a szakmaválasztásnak a lehetőségeiről, felhívjuk a hiány szakmákra a figyelmet, a tanulmányi ösztöndíjra, a tanulószerződésnek a rendszerére a figyelmüket, hogy mi az, amit egy-egy szakmaválasztásnál figyelembe vehetnek. Ezen kívül nagyon fontos az üzemlátogatásoknak a szervezése. A pályaorientációs tevékenység során az iparkamara egyszerre próbálja megszólítani az oktatási intézményeket, a vállalkozókat, a diákokat és a szülőket is. A 2019-es évben utóbbira helyeznek még nagyobb hangsúlyt a tanácsadók. Közel 7000 négyzetméter alapterületű úgynevezett objektumot vehetett birtokba a készenléti rendőrség nyírbátori határvadász bevetési osztálya. A beruházás teljes költsége 5,7 milliárd forint, melyet a kormány által biztosított költségvetési keretből építettek. Az új objektum akár több napon keresztül is biztosítja 309 főt számláló állomány megfelelő elhelyezését, ellátását, valamint a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ezáltal már ez a 8. helyszín az országban, ahol új épületben dolgozhatnak a készenléti rendőrség munkatársai. A két új építésű ingatlanban megtalálhatóak a napi működést biztosító helyiségek, irodák, szociális blokkok, raktárak és fegyverszobák. A pihenést biztosító helyiségek mellett helyet kapott egy minden igényt kielégítő előadóterem is. Garzonokat is kialakítottak, melyek közül két garzon mozgássérültek számára készült. Az összesen 6961 négyzetméter hasznos alapterületű nyírbátori elhelyezési objektum új épületek megépítésével került kialakításra, amelyben minden elhelyezési körletben két fős lakóegységek találhatók. A nyírbátori állomány elhelyezésére két épület áll rendelkezésre. Az A épületben találhatóak az irodák, teakonyhák, raktárak és az állomány pihenését szolgáló körletek, ebből 110 darab van, amelyek mintegy 18-20 négyzetméter hasznos alapterületűek. Az ünnepélyes átadón a térség országgyűlési képviselője elmondta, a beruházás által jól felszerelt, modern, minden igényt kielégítő környezetben dolgozhatnak az itt szolgálatot teljesítő készenléti rendőrök. A körletfejlesztéssel javulnak az itt szolgáló határrendészek munkafeltételei, az új szolgálati férőhelyek lakások kialakításával pedig a fiatal rendőrök lakhatási feltételei javulnak, és ez segíti a fiatalok letelepedését is a térségünkben. Ilyen formán javul a rendőrség megtartó ereje. Az épület együttest néhány napon belül már teljesen birtokba veszik a dolgozók. Az átadón elhangzott, a határvadászok elhelyezésére szolgáló további beruházások folyamatban vannak. Kivitelezésük az ütemterveknek megfelelően halad. Közel 60 cég több száz állásajánlattal várta az érdeklődőket szerdán a Keletállásbörzén Nyíregyházán. Az eseményen a cégek mellett munkaerő kölcsönzők és kócsok is segítettek a keresgélésben, tájékozódásban. Üres pozícióból nincs hiány, és a városban jelenleg is zajlanak munkahelyteremtő beruházások. A lehetőségek napja volt sokak számára a szerda a Nyíregyházi Continental Arénában. A Keletállásbörze egyfajta randevú volt a munkát kínálók és keresők között. Bár utóbbiak száma jelentősen csökkent az elmúlt években, ma is mintegy 2200-an vannak állás nélkül a városban. A szakképzés és szakmunka egyre jobban felértékelődött. Szakképzett munkavállalóból ugyanis jelentős hiány van. Ezek a rendezvények arra mutatnak rá, hová érdemes elmenni a fiataloknak tanulni, hogy érdemes egy életen át való képzéssel új szakmát szerezni, és ugye ebbe az országban jelen pillanatban a szakember az egyik legnagyobb kincs. És én úgy gondolom, hogy a munkáltatók pedig meg tudják mutatni nekik, milyen szakember szükségletük van, milyen jövőképet tudnak kínálni, és miért érdemes az elsődleges munkaerőpiacról megtalálni a boldogulását egy-egy családfőnek, vagy egy-egy édesanyának. Én úgy gondolom, ez egy csodálatos helyzet, hogy nekünk ilyen problémáink vannak, hogy összekössük a munkavilágát, a munkáltatók és a munkavállalók szempontjából, de ezt koordinálni, ebbe részt vállalni és ezt a felelősséget megkapni egy csodálatos lehetőség a Jóistentől, és nekünk ebben kell sikerre vinni a dolgainkat. Ahogy standokból, úgy érdeklődőkből sem volt hiány. Nem csak fiatalok, középkorúak is érkeztek, sokan sokféle munkát kerestek. Ez a tiszalöki lány például titkárnői állást szeretett volna találni. Már majdnem mindegyik céget végigjártam. Valamelyik
kecsegtető ajánlatokat adott, de van, amelyik mondta, hogy inkább csak nézek szét a honlapunkon. Mindegyik adott elérhetőséget, életrajzot is adtam már le, de ezeket majd inkább otthon fogom átnézni. Ahogy nála, úgy másoknál is fő szempont az álláskeresés során a lakóhelytől való távolság és a fizetés. Sokan konkrét cégeket keresnek az ilyen rendezvényeken, vannak viszont, akik csak tájékozódnak és abban bíznak, hogy iránymutatást kapnak. Ebben is segítségükre lehet egy tanácsadó vagy coach. Általában önbizalom és önismeret az, amire nagyon sok álláskeresőnek szüksége van, hiszen akár rövidebb, akár hosszabb ideje munkanélkül vannak, akkor azért az önismeret és az önbizalom az megtörik, illetve nagyon sok esetben egy önéletrajznak az átfésülése az, amiben tanácsokat tudok itt adni, vagy az állásinterjúra való felkészülésben. Munkahelyteremtő beruházások jelenleg is zajlanak Nyíregyházán. Legutóbb a Sóstón épülő új hotel hirdetett állásokat, hamarosan pedig elkészül az Eisman új csarnoka, ahol szintén szükség lesz munkaerő felvételre. A helyben egyik legnagyobb foglalkoztatónál, a Legónál pedig néhány év múlva már akár 4000-en is dolgozhatnak. Emellett egy ipari park továbbfejlesztési projekt is zajlik, itt is százas nagyságrendben lehetnek majd új munkahelyek. Kevesebbet alhatunk a hétvégén, miután egy órával előrébb állítjuk az óráinkat. Vasárnap éjjel 2-kor 3 órára ugrunk, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. Sokszor azonban már nem kell tekergetnünk a mutatókat, támogatásáról biztosította az évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának 2021-es megszüntetését ugyanis az Európai Parlament. Azok az uniós országok, amelyek a nyári időszámítás megtartása mellett döntenek, 2021. márciusában állítanák át utoljára az órát, a téli időszámítást preferálók pedig 2021. októberében. Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint idén tekergették volna utoljára az órákat az EU-ban, de ez egyes tagországok fenntartásai miatt már biztosan nem tartható, így az új céldátum 2021. A kérdésben az EP-nek még a tagállami kormányokat tömörítő tanáccsal is meg kell állapodnia. Egy tavalyi közvéleménykutatás szerint egyébként a magyarok 3/4 eltörölni az óra átállítást, 62%-uk a nyári időszámítást választaná, amikor este tovább van világos. Mezőgazdasági témában tartottak tudományos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. A helyi oktatókon, hallgatókon kívül a Debreceni és az Egri Egyetemről is érkeztek előadók. A szakmai esemény ugyanis egy közös projekt részeként valósult meg. Az ülésekkel párhuzamosan egy poszter kiállításon is bemutatták a főbb kutatási eredményeket. Plenáris és szekció előadásokon mutatták be szerdán annak a projektnek a kutatási eredményeit, amelyen a Nyíregyházi, a Debrecen és az Egri Eszterházi Egyetem együtt dolgozik 2017 nyara óta. Ennek fő célja, hogy a három felsőoktatási intézmény a fenntarthatóságot vizsgálja az agráriumban, és mindezt hálózatba szerveződve tegyék. Az egyik fő elem az, hogy a tájegységre jellemző kutatásokat csináljunk. Elsősorban itt agrárkutatásokról van szó, a homoktalajok minél jobb hasznosítása az egyik fő célunk, és az, hogy a hallgatóink, fiatal kutatóink minél jobban bekapcsolódjanak ezekbe a munkákba. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy nagyon sok külsős, nemzetközi szinten is elismert külföldi előadó jöjjön el, előadásokat tartsanak nálunk. Ugye ez a munka még csak a félúton tart. Az előadók, akiket terveztünk, azoknak fele itt van. A kutatások, amiket terveztünk, azoknak az előzetes eredményei már itt vannak, de ugye ebből sokkal komplexebb, nagyobb ívű kutatások is, és kutatási eredmények is lesznek, amiket a mezőgazdaság a homoktalajok hasznosításában tud használni. Cél a fiatal kutatók bevonása és toborzása is, így nem csak oktatók, hanem hallgatók is tartottak előadásokat. A kutatások egyik témája volt az is, hogy kiderítsék, a klímaváltozás okozta kihívásokat figyelembe véve milyen fajokat telepítsenek, ugyanis a fenntartható növénytermesztés fontos tényezője a tápanyag utánpótlás. Minden növénytermesztési művelet fontos eleme az, hogy milyen tápanyagokkal tápláljuk a növényt. Ez lehet mesterséges eredetű, vagy műtrágya, ahogy a köznyelvben is ismerjük ezt, és lehet természetes eredetű, például az istállótrágya, vagy más olyan zöld növények, amelyeknek nagyon kiváló tulajdonságai vannak a tekintetben, hogy a tápanyagokat megkössék, és ezáltal a következő növény számára hozzáférhetővé tegyék.
Nyíregyháza, a Nyírség, Szabolcs-Szatmár Beregmélye vonatkozásában egy ilyen növény a csillagfürt, amit nagyon sokan nem ismernek, vagy talán kevésbé hallottak még róla, és ennek a vizsgálata is a fókusz a mai előadásoknak. A szerdán elhangzott előadások anyagait egy poszter kiállításon is bemutatták az egyetem C épületének aulájában, emellett online is közzéteszik a kutatás eredményeit. A közel 1 milliárd forintos támogatottságú projekt 2020-ban zárul le, addig évi 2-4 konferenciát terveznek minden résztvevő intézményben. A világbajnoki szintet teljesítve szerezte meg a bajnoki címet az 50 kilométeres gyaloglásban Hellebrand Máté. A nyíregyházi atléta a szlovákiai Dudicében rendezett versenyen 3 óra 54 perc, 13 másodperc alatt ért célba. Pokrovenszki József tanítványa legközelebb április végén Békés Csabán a 20 kilométeres országos bajnokságon áll rajthoz. Hármas célra lát rajthoz a hagyományos szlovákiai versenyen Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló a bajnoki cím megszerzése mellett a 3 óra 59 perces világbajnoki, optimális esetben a 3 óra 50 perces olimpiai kvalifikációs szintet is szerette volna teljesíteni. A 42 induló között a harmadik legjobb idővel rendelkező kétszeres olimpikon 38 kilométerig az általa tervezett tempóban haladt az 1 kilométeres körpályán, akkor azonban gyomorpanaszok miatt nehézségei támadtak. A hátralévő kilométereken nagyot küzdött Pokrovenszki József tanítványa, aki 3 óra 54 perc 13 másodperces idejével a bajnoki aranyat és a VB szintidőt is kipipálhatta. Nagyon jól sikerült a felkészülés, szóval nagyon magabiztosak voltunk. Mert az az elsődleges cél tényleg az országos bajnoki cím és a világbajnoki kvalifikációs szintnek a teljesítése volt. Pluszban szerettem volna már egybe teljesíteni is az olimpiai szintet. Ez sajnos most nem sikerült, viszont nagyon-nagyon sok lehetőség lesz még, szóval emiatt annyira úgy nem bánkódok. Ha nem lett volna egy-két probléma, akkor az is sikerültett volna, mert a verseny háromnegyedéig olimpiai szinten belül voltam, szóval a részidők nagyon jók voltak, a körülmények azért annyira nem voltak erre alkalmasak. A távnak 8 fokos időben vágtak neki a gyaloglók, célba érkezéskor pedig már 20 fokot mutatott a hőmérő. Az 1 kilométeres pálya miatt a megszokottnál több forduló is nehezítette a versenyzők dolgát, akik közül 20-an fel is adták menet közben. Máté ideje a 9. helyhez volt elég a nemzetközi mezőnyben. Sok idő nincs a pihenésre, a jövő héttől már teljes intenzitással folytatódik a munka. Ez a hét, ez most egy kicsit olyan könnyebb hét lesz, megnézzük, hogy ez a verseny úgy mennyit vett ki belőlem, illetve hogy mennyire tudok regenerálódni. Ettől függ a májusi Európa Kupa, hogy ott tudunk-e indulni 50 kilométeren. Ha igen, akkor ott is meg lehet csinálni az olimpiai szintet, ha nem, akkor majd a világbajnokságon fogom ezt majd megpróbálni. Addig Békés Csabán fogok indulni 20 kilométeren az országos bajnokságon, illetve hazai versenyeken fogok 10, illetve 5 kilométereken versenyezni. 50 kilométeren viszont már valószínűleg csak a világbajnokságon, illetve majd lehet, hogy az Európa Kupán. A világbajnokság a szeptember 28-a és október 6-a között rendezik Dohában. Mint Hellebrand Máté elmondta, a dudincei verseny tapasztalatai szakemberekkel együtt kiértékelve készülnek majd a katari VB-re, amelyen a nagy meleg miatt éjfél előtt vág neki a távnak az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Négy szakmát próbálhattak ki a virtuális valóságban a megyebeli általános iskolás diákok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kamionjában. A járműben 4 szakmát ismerhettek meg a tanulók egy különleges VR szemüveg segítségével. 3 nap alatt 600 diák próbálhatta ki ezt a lehetőséget Kisvárdán, Mátészalkán és Tiszalökön. Közel 7000 négyzetméter alapterületű úgynevezett objektumot vehetett birtokba a készenléti rendőrség nyírbátori határvadász bevetési osztálya. A beruházás teljes költsége 5,7 milliárd forint, melyet a kormány által biztosított költségvetési keretből építettek. Ez már a 8. helyszín az országban, ahol új épületben dolgozhatnak a készenléti rendőrség határvadász munkatársai.
Közel 60 cég több száz állásajánlattal várta az érdeklődőket szerdán a Keletállásbörzén Nyíregyházán. Az eseményen a cégek mellett munkaerő, kölcsönzők és kócsok is segítettek az álláskeresőknek. Bár utóbbiak száma jelentősen csökkent az elmúlt években, jelenleg mégis mintegy 2200-an vannak állás nélkül a megye székhelyen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 27-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Estétől kiderül az ég, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 fok körül alakul. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. A hét utolsó napjaiban nem várható csapadék, nagyrészt gyengén felhős vagy derült lesz az ég, vasárnapig fokozatosan melegszik a levegő. A jövő hét első felében elszórtan eleredhet az eső, zápor az időnként erősen megnövekvő felhőzetből, ezzel együtt mérséklődik az éjszakai lehűlés, ugyanakkor gyengül a nappali felmelegedés.